Áldás békesség, szeretettel köszöntöm híveinket és az érdeklődőket ezen a mai alkalmunkon. Múlt hétvégén a tél mutatott egy kis ízelítőt magából, a gyerekek legnagyobb örömére néhány cent és hó esett. Igaz, hogy néhány napra rá 15 fokos meleg lett, adva némi muníciót azoknak, akik a klímaváltozás okait és miértjeit kutatják. Tehát az az igazság, hogy lassan olyan lesz itt a mi klímánk, mint egykor a bibliai időkben, illetve a Biblia lapjain olyan növények válnak lassan természetessé, amikkel ott találkoztunk és találkozunk, a fügétől, az olajfán, a gránátalván keresztül sorolhatnánk némi túlzással, olyan, mintha abba a klímába kerülnénk lassan-lassan. Egy olyan világba, ahol ritka vendég volt a hó. És hogyha megnézzük a Szentírásban, hogy milyen igék találhatók a hóval kapcsolatban, akkor meglepve látjuk, hogy talán néhány tucat olyan ige van az egész Szentírásban, amiben szerepel a hó. Néhány példát hadd mondjak. Eljutottál a hó határáig? Kérdezi az egyik barátja Jóbot, amikor az Isten véghetetlenségére, mindenek felett való voltára utal. A példabeszédek könyvében a következőt olvassuk. Mint a hó a nyárhoz, eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. De jó lenne, hogyha az ostobákhoz valóban az ige szerint nem illene a dicsőség. És egy új szövetség, egyébként az új szövetségben nagyon kevés ilyen ige van, akkor, amikor a feltámadáskor megjelenik az angyal, a következőt olvassuk. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. A hó a Szentírásban mindig valami különlegeset, egyedit és ritkát jelenít meg. Egy ilyen igét választottam a mai alkalomra, ami talán egy kicsit filozófikusabb, a nagy miértekre keresi és hitem szerint adja meg a választ, a hívő ember reménységét, az Isten mindenek felett való hatalmát. Az Ézsaiás könyve 55. részéből a 8-tól a 11-ig terjedő verseket olvasom. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőrnek. Ilyen lesz az én igém is, mely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Sok bölcs mondást, közmondást idézhetnénk most azzal kapcsolatban, hogy kik is vagyunk mi, és ami tulajdonképpen ugyanazt fejezi ki, mint ennek a bibliai igének, amit felolvastam az első néhány sora és gondolata, bizony a ti gondolataitok és utaitok nem az én gondolataim és az én utaim. Ilyenekre gondolok, mint például ember tervez, Isten végez. Vagy egy szellemesebb, ha jó kedvre akarod deríteni az Istent, hogy mosoly csaj ki belőle, akkor mesélj neki a terveidről és az elképzeléseidről. Ezek a közmondások és ez az ige is azt fejezi ki, hogy az Isten akarata, az Isten szándéka, az Isten dolgai, azok az emberi elme számára végső fokon felfoghatatlanak. Isten helyére a mi világunkban az ész, a tudás, a fejlődés fogalmai léptek, és a jó és a rossz
fogalmi meghatározásához sem kell, úgy tűnik a mai embernek 10 parancsolat. Ezek az evidenciák kérdésessé lettek a modern időkben. Legalábbis mostanáig. Viszonyati gondolataitok nem az én gondolataim, mondja az Úr. Az, hogy az Istent lecserélte a modern ember az imént elmondott tudományokra és jellegzetességére, egyfajta végtelen optimizmus sugall. Mindenre képesek vagyunk, minden a hatalmunkban van. De ez az optimizmus, ami mostani időnkben, mintha megtörni látszana. Egy kicsit úgy érzem, mintha a bábeli időkben élnénk. A nyelvek és a cselekedetek összezavarodnak. Egyre kevésbé értjük, legalábbis én, hogy mit történik körülöttünk. Pfizer, vagy orosz, vagy kínai vakcina. Megtanultunk egy szép kifejezést, milyen szép a magyar nyelv. Oltakozni, vagy nem oltakozni? Lesz nyitás ki kelet tavasszal, vagy barátkozzunk meg a gondolattal, hogy ez a vírus ki tudja még meddig itt marad velünk és befolyásolja az életünket. Utazzunk, tervezzünk, vagy maradjunk. Lesz oltás passzus, vagy nem lesz. Egyre nagyobb a döbbenet, a bizonytalanság, és meglepő módon a mai korok felkent mágusai, a tudósok sem egységesek legnagyobb meglepetésünkre és bizonytalanságunkra azzal kapcsolatban, hogy mi a helyes és mi a jó. A Biblia időkben annak szavaztak mandátumot, bizalmat, az volt az Isten embere, akinek a szava az világos, egyértelmű beszéd volt. Leképezte, közvetítette az Isten akaratát. Választ adott a nagy miértekre. Őszintén szólva, a mai világban egyre inkább bizonytalanok vagyunk, és persze sokan vannak, akik úgy gondolják, legyintve egy nagyot, hogy annyi mindenből kimásztunk már a történelemben, majd előbb-utóbb ezzel is megbirkózunk, de hallatszanak már a hangok, hogy bizony méreható változásokat, hogy nem mondjam, drámákat okoznak azok a szociálpszichológiai jelenségek, amik a közösségek elerőtlenedését, társadalmak meggyengülését, közösségek felbomlását jelentik. Hogy ennek milyen hosszú távú következményei lesznek, azok nagyon elbizonytalanítják az embert. Szóval mindez arra utal, hogy a végtelen optimizmus ideje úgy tűnik, hogy lejárt. Az egyik kollégám ezt úgy fogalmazta meg, hogy jó lesz felébredni, ahogy a 20. század is, ahogy mondják a hozzáértők, az első világháborúval következett be, most beköszöntött a koronavírussal a 21. század. Nos, hát ennyi lenne. Várjuk ki a végét. Éljük túl. Lássuk egy kicsit sötétebben a világot, hogy aztán majd optimisták lehessünk. Itt jön a hó az Ézsaiás igében, amit az elején említettem. A hó, ami lehull az égből, az én igém, mondja az Úr, ami nem tér hozzá vissza üresen. Mit is jelent ez? Mit akar ezzel Ézsaiás mondani? Hogy értsük ezt, és hogyan adaptáljuk a mi viszonyainkra? Elsőre azt gondolhatnánk az Isten szaváról, amit itt az igében hallunk, hogy az biztos az a valami, amit az Isten mond. Az a valami, az a tudás, mai divatos szóval az a mondás, amit az Isten mond, és aztán majd beteljesül. Lehet ez tanulság, lehet ez információ, lehet ez bölcsesség. A lényeg az, hogy most nem nagyon hiszik az emberek, de aztán majd mégiscsak beteljesül. Vagyis Arany Jánossal szólva optimisták lehetünk, az nem lehet, hogy milliók fohásza örökké visszamálljon rólad ég. Az Isten egyszer majd szól, és az ő igazságai valósággá lesznek. Nos, egyelőre azért a közgondolkodást
és az egyházak állapotát látva bizony kell jó adag optimizmus ahhoz, hogy ez beteljesedjen. A szó azonban a Bibliában nem feltétlenül és csak a beszédet jelenti, sőt talán a legkevésbé. Mint igazak és ámenek, amik szánkból kijöttenek, énekeljük az egyik szép énekünkben. A szó az Isten a Biblia vonatkozásában több, mint beszéd. Az Isten szava, Biblia kifejezéssel élve a logosz, az jelent tettet, cselekedetet, akaratot, erőt is egyben. Isten szól. Ez jelenti a világ teremtését. Isten szól. Ez jelenti azt, hogy vannak, lettek természeti törvények, létrejön az univerzum rendje. Isten szól, és a szó nyomában, ami tett, ami cselekedett, élet népesíti be a földet. Isten szól, és harmadnapra legyőzetik a halál. Óriási a különbség, az Isten szól, és a között az ember beszél. Istentől rend, Istentől világos utasítás, értelem, az ember sok-sok beszédéből pedig előbb-utóbb zavar, káosz és bizonytalanság származik. Isten szava ebben az értelemben minden tett, tanulság és helyzet, amit az ember a képességein és a lehetőségein túl lévő valóságként értelmez és él meg. Isten szava Isten mindenhatóságára utal. Az ige ígérete az, hogy minden, ami Istentől jön, termővé és gyümölcsözővé lesz. De éppen itt van a bökkenő. Addig, amíg az Isten szava a teremtés áldásaival örömet, boldogságot, jólétet, egészséget jelent, addig úgymond könnyű azt hinni, hogy az Isten termővé és gyümölcsözővé teszi a mi világunkat. És ezt illik megköszönni, bár csak zárójelben jegyzem meg, hogy ettől is nagyon elszoktunk, hogy megköszönjük azt, ami van, ami normális, ami jó. De mi van akkor, ha kedvezetlenek a viszonyok? Amiről Jobb ezt mondja, ha elvettük a jót, el kell venni a rosszat is. Szeneca szerint az Istenség mindig tudja, hogy mi miért történik híveivel. Tényleg így van ez. Ha tragédiákról hallunk, ha ártatlanok pusztulnak, ha véletlenszerűnek tűnő események láncolata, mint például ez a vírus, milliók halálához vezet. Tényleg tudja az Isten, hogy mi történik a híveivel? Sok szellemes bölcselkedést és elméletet lehetne most itt elsorolni, úgymond válaszképpen, erre a feltett nagyon komoly teológiai és emberi kérdésre, kezdve attól, amit Leibniz fogalmazott meg a 17. században, hogy az Istennek, mint teremtőnek nem az egyesre kell figyelni, hanem a teljesre, és a tragédiák, a balesetek, a betegségek mögött a természeti törvények állnak végül, úgy, mint gravitáció, a biológiai rend, a sejtek, a baktériumok, a vírusok működése, és ezeknek törvényszerűségei, legfeljebb mi nem tudjuk összerakni ezeket az építőkockákat. Legfeljebb mi nem értjük, mondja, eladdig aztán a következő elméletig, hogy sokkal nagyobb drámák lennének akkor, az Isten az egyesért, a minősített esetért, mondjuk értem vagy érted, felfüggesztené a természeti rend törvényszerűségeit. Nem szeretem ezeket az elméleteket, bár vitákban hasznosak és érdekesek lehetnek, odáig eljuthatunk, hogy az Istent törvényszék elé vonjuk, legalább az esélyt adjuk meg neki, hogy a rossz mellett ott van a jó is a világban.
hanem úgy gondolom, hogy ami segít nekünk, az a tény, hogy Isten nem szavakat és teóriákat kínál a rossz jelenlétére a világban, hanem önmagát. Az én utaim, az én gondolataim nem a ti utaitok és gondolataitok. Vagyis végső soron ezeket a végső válaszokat nem tudjuk megtalálni. De Isten nem szemtelen, Isten nem közönös. Hiszen hogy lehetne szemtelen és közönös az, aki egyedüli, egyszülött fiát küldi értünk, hogy általa elmondhassuk, legyőzetett a halál diadala. Szemtelen és közönöse az, aki ezt ígéri, minden, amit tőle jön, jó és rosszra tetszik, nem tér vissza hozzá üresen. Szó szerint az eredeti szövegben ez így hangzik, nem hagy vákumot, légüres teret, gazdátlanságot, elhagyatottságot, vesztett reményt. Isten azt ígéri a benne hívőknek, hogy a rossz is, amit ebben a síralomvölgyben ránk bocsát, Heidelbergi K.T., a javunkat szolgálja. Nagyon nehéz dolog ez. És nem akarok olcsó és egyszerű magyarázatokkal operálni, ahogy említettem, ebben a mostani helyzetben sem, a koronavírus idején, ahogy teszik ezt sokan. De azt a kérdést és a választ mindenkinek magának kell megharcolnia, hogy mi lehet a cél, a prosperitás, a beteljesült remény mindazzal, ami történt és történik velünk. Egy dolog azonban biztos, a baj, vagy az, amit általában bajnak szoktunk nevezni, nagyon sok mindenre megtanította, és megtanítja az embert, akár a történelemben, akár a mostani időkben. Egy döbbenetes történetet olvastam a közelmúltban, készítettek a 80-as években egy felmérést londoni, akkor 70-80 éves emberek között, akik átélték London bombázását. És föltették nekik a kérdést, hogy mi volt életük legboldogabb időszaka. És furcsa volt, körülbelül 60%-uk azt válaszolta, hogy a Blitz, London bombázása. Fura volt, nosztalgiával és hálával gondoltak vissza azokra az időkre, amikor a rettegés, a sötétség volt a mindennapjuk, mert az indoklás az volt, hogy megtanultuk, mi a bátorság, az önzetlenség és a remény. Hogy mi a válaszunk, kinek a válasza, hogy ez a csapás miért van rajtunk, válaszoljuk meg egyen-egyenként. De biztos vagyok benne, hogy az ige, amit hallottunk, és most hadd mondjam újra el, segít nekünk megtalálni a békességet, a választ és a reményt. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér hozzám üresen, hanem véghez viszi célját, amiért küldtem. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sok bajunkban és elesettségünkben kérünk, légy reményünk, taníts meg minket újra megtanulni a te háromszor szent neved, hálát adni a jóért, kérni a bajban, erőért a nyomorúságban, bizalomért és hitért a reménytelenségben. Hisszük, hogy őrző és áldó karod elvezet minket a reménységre és az ismeretre, hogyha hűségesen kérünk, ha hűségesen keresünk téged. Erősíts minket az imádság szavával, amit magunkért és mindannyiunkért, eképpen imádkozunk te néked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után áldás, kegyelem, békesség legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.